Bár az időjárás az elmúlt napokban nem éppen a tavaszt idézte, javában zajlik a tavaszi szezon a különböző megyei osztályokban. Sőt, már a kupában is készülhetnek a tavaszi folytatásra a csapatok. A megyei kupa harmadik fordulójának párosítását készítettük el. Ugye nyílt sorsolás, ez nálunk már megszokott. Az azt jelenti, hogy a versenybizottság, amikor elkészíti a sorsolást, akkor valamennyi résztvevő egyesület képviselheti magát. Most ugye 8 csapat volt még versenyben, 3 egyesülettől volt itt a helyszínen képviselő, láthatta, hogy minden rendben zajlott a sorsolásnál. Olyan szerencsésen vagy véletlenül alakult a sorsolás, hogy a megye 2-es csapatok fogadják a megye 1-est, ugye 4 megye másodosztályú és 4 első osztályú csapat van még versenyben. Április 19-e lesz a játéknap. És itt ugye a tét, az országos főtáblára jutás, idén is 6 egyesületet adhat fel megyénk az országos főtáblára a kupában. Ez azt jelenti, hogy aki most a negyeddöntőbe győztes lesz, az a 4 csapat már biztos, hogy főtáblán lesz, és még a 4 vesztes közül is 2 felkerülhet, tehát lesz mindenféleképpen a 4. forduló is a megyei kupába, illetve természetesen idén is meg szeretnénk rendezni a megyei kupa döntőket, így a 4 továbbjutó csapat is fog még egy kört játszani, hogy aztán maradjon 2, aki ezért a megyei kupa serlegért megküzd. Nem csak a csapatoknak, hanem a klubvezetőknek is készülniük kell egy áprilisi időpontra. A 2023-24-es szezonban NB3-as bajnokságban vagy megyei első osztályi bajnokságban szeretne indulni, neki április 10-ig kell benyújtani az amatőr licenszet. Aki megyei első osztályba szeretne indulni, az adott megyei igazgatóságra kell, hogy benyújtsa április 10-ig, aki NB3-ba, az pedig az MLS felé kell, hogy jelezze a szándékát, hiszen ugye meg kell felelni bizonyos kritériumoknak, úgyhogy április 10-ig várjuk azokat a csapatoknak a licenc feltöltését, akik a következő szezonban is a megyei élvonalba szeretnének indulni, illetve akik ott vannak a megyei élvonal elején, reméljük, hogy minél többen gondolják úgy, hogy adott esetben, hogyha úgy végeznek, akkor az NB3-as bajnokságot megpróbálnák, még akkor is, hogyha ebben az évben is ugye osztályozót kell majd játszani a megyei egyes bajnokoknak, ahhoz, hogy az NB3-ba játszassanak. Mint Kvaka Árpád elmondta, szinte valamennyi csoportban kiélezett küzdelem zajlik, de alapjában véve sportszerűek a találkozók. Az elmúlt hétvégén volt egy félbeszakadt mérkőzésünk, a találkozó, egy megye harmadosztályú találkozó a rétközt csoportban a 30. percben félbeszakadt. Vannak itt mennemondák, de igazából hála jó Istennek ütésváltás nem történt, csak egyszerűen a hangulat olyan volt, hogy a játékvezető nem érezte biztonságban magát és a kollégáit, úgyhogy berekesztette a találkozót. Egyébként egyéb tömegjelenet probléma egyelőre még nincs, de ugye mindig április-május szokott az lenni, amikor élesedik a helyzet, amikor a megyei első osztályban a bajnoki címért harcolnak, ugye most is azért több csapat szeretne bajnok lenni, tehát azért nagy harc várható, a kiesésért szintén nagy harc várható, a másodosztályban a feljutásért, kiesésért szintén nagy harc várható, és bizony most úgy van, ahogy így halljuk, meg az információkat azért beszedjük, hogy a megye harmadosztályban is minden csoportban szeretne valaki feljutni. Tehát azért ilyen is ritkán volt, hogy minden megye harmadosztályú csoportban van, aki bajnok akar lenni, nem csak azért, hogy első legyen, hanem hogy magasabb szinten is szeretne szerepelni. A megyei első osztály tabelláját a 49 pontos Újfehértó vezeti a 46 pontos Kálósemjén előtt. A húsvéti forduló párosítása következő: Vásárosnamény Tarpa, Mándok Nagyecsed, Nyírmegyes Csenger, Máté Szalka Nyíregyháza Spartakusz 2, Újfehértó Nyírbiletek, Kálósemjén Kemecse és Ibrány Nyírbátor.